Hello, hello, sziasztok! Remélem jól vagytok. Most jön egy új francia lecke. Olyan szavakkal, amiket már ismertek. Például bonbon. Bonbon az a cukorka. Kisgyerekek szoktak olyat kérni általában, hogy mama, tu peux me donner un bonbon? Mama, odaadhatnál egy cukorkát? Hogy mama, je veux des bonbons. Az azt jelenti, hogy anyu, akarok cukorkákat. Mama, az az anyu, mama. Je veux, je, én, veux, akarok des bonbons. Mama, je veux des bonbons. Anyu, akarok cukorkákat. Akkor egy másik szó, amit ismertek, az a krém. 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 Az lehet az arckrém, vagy testkrém. C'est la crème pour le visage, az az arckrém. A testkrém, c'est la crème pour le corps. Crème pour le visage, a visage, az az arc. Vagy crème pour le, a annak. Corps, az a test. Szóval crème pour le visage, vagy crème pour le corps. De a krém az lehet az olyan ennivaló krém is. Krém. Vagy puding, vagy mit tudom én. Szóval az is lehet krém. Akkor van a krep. Krep, az tudjátok mi, az a palacsinta. Krep. J'aime beaucoup les crêpes. Nagyon szeretem a palacsintákat. J'aime, én szeretem. Beaucoup, nagyon. Les, a crêpes, palacsintákat. J'aime beaucoup les crêpes. Nagyon szeretem a palacsintákat. És egy utolsó szót fogok nektek ma mondani. A brioche. Brioche. Brioche, azt tudjátok, az egy ilyen valami finom kalácsszerűség. Az a brioche franciául. De a brioche-t arra is használjuk, amikor valakinek itt ilyen dagi hasa van, vagy dagi itt a széleit végig, akkor azt mondjuk neki, hogy t'as de la brioche, hogy neked van brioche-od. Tu as de la brioche, t'as de la brioche. Amikor itt egy kicsit dagi az ember. Például nekem van brioche. Szóval, mára is ennyi volt. Remélem, hogy tetszett ez az új francia lecke, és nem sokára találkozunk egy másik francia leckén. Sziasztok!